Elnök úr, tisztelt és kedves képviselőtársaim! Régi hagyományunk, hogy időről időre megemlékezünk olyan történelmi eseményekről, olyan egykor köztünk tevékenykedő országgyűlési képviselőkről, amik és akik döntő hatást gyakoroltak hazánk fejlődésére. Ehhez a hagyományhoz illeszkedve jelentkeztem ma felszólalásra, hogy megemlékezzek az éppen ma 100 esztendeje született Vizsépi Tamásról, a rendszerváltás egyik meghatározó politikusáról. Egy olyan kereszténydemokrata államférfiről beszélek, akinek műveltségét, tisztességét és szakmai felkészültségét pártállástól függetlenül elismerték. Izsépi Tamás a felvidéki Barancson látta meg a napvilágot. A miskolci gimnáziumi tanulmányait követően a Pázmány Péter Tudományegyetem jogtudományi karán 1946-ban diplomázott. Mint fiatal ügyvéd megismerkedett a keresztény-szociális és keresztény-demokrata eszmékkel, Barankovics István és a Demokrata Néppárt politikájával, de a véres kegyetlenséggel előretörő kommunizmus politikai teret számára már nem akart biztosítani. Sőt, mivel az 50-es évek elején még politikai indítatású perekben is védőként szerepelt, 1952-ben, mint fasiszta klerikális ügyvédet és osztályidegent kitelepítették Hortobágy Borsós tanyára. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben is képes volt meglátni a szépet a hortobágyi napfelkeltében, és meglelni a juhaklok árnyékában is a szerelmet. Az internálásból visszatérve segédmunkásként dolgozott, majd a rendszerváltásig újra ügyvédként tevékenykedett, principálisként ifjú ügyvédek sorát nevelve. 1988-tól korát meghazudtoló lendülettel kapcsolódott be az ellenzéki politikába. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési képviselőjeként és az igazságügyi minisztérium politikai államtitkáraiként számos meghatározó javaslatot, köztük kétharmados törvényeket vitt sikerre. Szinte a rendszerváltás teljes jogalkotása átment a keze alatt. A teljesség igénye nélkül néhányat felsorolva, az alkotmánymódosítás, az alapszerződések a szomszédos államokkal, a kárpótlási törvény, a polgári törvénykönyv reformja, a komplett igazságszolgáltatási reformcsomag, a szellemi tulajdon védelmének piacgazdasági körülmények közötti megteremtését célzó rendelkezések, valamint az állampolgári jogok biztosa intézményének létrehozása. Egyik legnagyobb sikerének mégis az egyházak ingatlan rendezési törvényét tartotta, melynek köszönhetően egyházi iskolák alakulhattak, és a különböző felekezetek pedig visszakaphatták ingatlanjaikat. Frakcióvezetőként is kemény és célra törő volt. Vita közben soha nem ment fejjel a falnak, mert tudatában volt, hogy az esetek többségében saját szófordulatával élve kis felemelkedettséget követően egy probléma jobbról is és balról is megkerülhető. Kereszténydemokrataként vallotta, hogy maradandót csak szilárd elvi alapokon, de ésszerű kompromisszumokkal lehet megteremteni. Ahogy fogalmazta, a kereszténydemokrácia hagyományos keresztény értékeket, kipróbált elveket és Európában sikeresnek bizonyult politikai gyakorlatot jelent. Vallotta, hogy a közjó tisztelete, a szociális érzékenység vagy a szociális piacgazdaság igénye nem teológusi vagy közgazdászi erény, hanem a kereszténydemokrácia alapvető értékeinek gyakorlati megjelenítése. Izsépi Tamás a szó igaz értelmében humanista volt, nem csak jogász és politikus, hanem széles látókörű, rendkívül olvasott ember, a művészetek lelkes és szakképzett rajongója. Egy személyben képviselte azt a művelt nemzeti keresztény polgárságot, melyet a kommunizmus vérrel vassal ki akart írtani, amit ő átmentett és örökül hagyott politikai közösségünk számára. Adja Isten, hogy ezt az örökséget hűséggel megőrizzük. Köszönöm szépen, Latolcai alelnök úr. A kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr fog majd válaszolni.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt alelnök úr, tisztelt ház. Ha megnézzük a politika világát, nem csak itt Magyarországon, hanem Európa szerte, vagy akár a egész atlanti civilizációnkban, azt látjuk, hogy korábbiakban is már látható volt, hogy egyes politikai erők a saját politikájukat közényi kutatások alapján állítják össze, megmérik, hogy pontosan az emberek mit gondolnak, és úgy állítják össze egy pártnak a programját, vagy értékvilágát is akár. Ez ma már kicsit felpörgött, ma már egyes politikusok a lájkokban mérik a saját mondandójuknak a erejét, hitelességét, és sokan egy ilyen buborékba is kerülnek, hogy amit sokan lájkolnak, sokan reagálnak, úgy gondolják, hogy az igaz, az helyes, és az a többségnek is a valós támogatottságát élvezi. Nagyon sok tehát a percember, a perc-politikus, és nagyon sok párt is van, amelyik egy-egy választásra jön létre, hirtelen valamilyen ügyet megpróbál meglovagolni, és abból politikai többségre szert tenni. Mi keresztény demokraták az előző hetekben is, most is Barankovics Istvánra, Isépi Tamásra emlékezünk, az ő emléküket idézzük fel itt a parlamentben. Itt a parlamentben ők is tevékenykedtek, Barankovics abban az időben is, amikor a demokrácia egyre szűkebb teret kapott, amikor előbb a náci, majd a szovjet elnyomás miatt nem tudtak demokratikus viszonyok között tevékenykedni, de így is vállalták. Volt, aki a mártíromságot is sajnos kellett, hogy vállalja, volt, aki az emigrációt, volt, aki az elnyomatást. Így éltek évtizedeken keresztül, de az elveikből nem adtak alá. Abban a világban, amikor sokaknak tényleg a lájkok száma a legfőbb mérő, érdemes összevetni azzal az időszakkal, amikor nem a lájkokban, hanem a személyes szabadságokat is az emberek, mint Isépi Tamás is, az 50-es években, amikor vállalta az akkori kommunista rendszer által üldözött embereknek a jogi védelmét, ezzel tudta, hogy azt kockáztatja, hogy nagy jogi pályát nem fog tudni abban a rendszerben befutni, mert a kommunisták ezt egy életre meg fogják jegyezni. Hiába volt jó képességű, hiába végzett szép eredménnyel a pázmányon, hiába volt egy törekvő, nagy igazság érzetű ember, joghallgató és ifjú jogász, de tudhatta, hogy ha ezt a pályát, vagy ezen a pályán ilyen ügyeket vállal, akkor a hatalom szemében örökre elássa magát, de ezt vállalta, és nem tudta, hogy majd egyszer eljön egy rendszerváltás, nem tudta, hogy majd belül is lehet akár befutott ügyvéd, vagy akár országgyűlési képviselő, de mégis vállalta. Azért fontos rájuk emlékeznünk, mert ők a mi példaképeink. A példaképeink abban, hogyha valakinek szilárd erkölcsi alapjai vannak, és azok szerint tevékenykedik, akkor az életében a valódi célt elérheti. Az erkölcsi alapjait egész életén keresztül vallhatja, és őszintén nézhet be a tükörbe, és bele tud nézni a tükörbe, mert megalkuvás nélkül viszi mindezt. Akkor, amikor ebben a társadalomban tényleg a gyorsaság, a pillanatok alatt jövő siker, a másodpercek alatt való felemelkedés, aztán a percek alatt való porbahullás sokszor jellemző, fontos elmondani, hogy a politikában nem csak ennek lehet része, a politika nem a marketing része, hanem a politika mégiscsak értékekről szól, nekünk keresztény demokrata értékekről. Isépi Tamás pedig az egyik oszlop, akire visszaemlékezhetünk, nehéz időkben is kiállt és vállalta ezt. Nekünk legfeljebb a megszégyenítés jut a liberális média részéről, vagy azt mondják, hogy nem vagyunk civilizáltak, nem vagyunk európaiak, de mégiscsak a hétköznapi egzisztenciális életünket ez nem veszélyezteti nekik, Barankovicsnak, Isépinek, és a többieknek, Kovácska Zoltánnak, Varga Lászlónak, vagy más rendszerváltó kereszténydemokratáknak, igenis ez a teljes egzisztenciát veszélyeztette, vagy a gyerekének a továbbtanulási lehetőséget veszélyeztette. Nem kicsi dilemma egy ember számára, hogy ott vannak a fontos keresztény értékei, de hogyha azok szerint tevékenykedik ügyvédként, és bizonyos embereket megvéd a hatalom igazságtalanságával szemben, nem csak a saját sorsában, hanem a gyerekei sorsára is esetleg egy pecsétet tesz, és ezzel ők sem tudnak úgy boldogulni, mint ahogy ezt a tulajdonságaik az alapvető képességek tennék. És ebben a helyzetekben is merték vállalni a keresztény demokrata elveket, és a történelem őket igazolta. Azért beszélünk most róluk. Mert akik őket bélistázták, akik nem engedték pályát befutni, vagy akik megfigyelték és üldözték őket, azok szégyenteljesek, és szégyeli mindenkező tevékenységüket. És akik akkor áldozatok voltak, és abban a pillanatban úgy tűnt, hogy nem hogy a lájkbajnokságban, de hogy az élet egzisztenciális részén nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, őket viszont az élet igazolta. Ezért megerősíti nekünk Isépi Tamás is, az ő életpályája is, ami felér egy kalandregénnyel, legendák tucatjai vannak az ő élet
tekintetében is, a parlamenti szakaszában is, egy klasszikus rendszerváltás utáni időszakban, és nyilvánvalóan az ügyvédi pályán is. Tehát legendák gyűjteménye, de másrészt megerősítés, hogy így kell politizálni. És nem hiába van 80 év után is keresztény demokrácia. Ez egy olyan alapérték, olyan alapelv, amely 80 éve is volt, és a meggyőződés szerint 80 év múlva is lesz. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen párt lesz a mostani pártok közül itt a parlamentben, de a keresztény demokrata politikának biztosan lesz helye 80 év múlva is, és emellett kiállni, akár nehézségeket is vállalni, erkölcsileg mindenképpen fontos és kötelezettségünk, hiszen erre kötelez minket Issippi Tamás emléke is. Köszönöm szépen!